Szeretném megkérdezni tőletek, hogy vártátok-e már az iskolát? Ó, de jó! A szeptemberi iskolakezdéssel településünk oktatási intézményeinek színejava megtartotta a hagyományos tanévnyitó rendezvényeit. A Móricz Zsigmond általános iskolába egykori tanulójaként Pintér Tamás polgármester is ellátogatott. Településünk első embere két kérdést intézett a fiatalokhoz, mind arra, hogy jó volt-e a nyári szünet, mind pedig arra, hogy várták-e már az iskolakezdést, egybehangzó igen volt a gyereksereg válasza. Most, ahol vagytok, ez egy mesevilág. Olyan mesés helyen vagytok, ahol fantasztikus mesés dalokat fogtok tanulni. Mesébe illő barátságokat fogtok kötni egymással. És mesés dolgokat fogtok tanulni. Én kívánom ma nektek azt, hogy legyen életetek egyik legszebb, meghatározó élménye, amikor ide jártatok ebbe az iskolába. A polgármester köszöntőjét követően Horvátné Ottinger Hajnalka intézményvezető mondta el ünnepi beszédét. Ebben többek között említette a gyerekeket érintő nyári programokat, valamint az intézményt érintő fejlesztéseket is. Még mielőtt nekikezdenénk az előttünk álló évnek, vessünk egy pillantást még az idei nyárra, amely most is igencsak eseménydúsan telt el. Ahogy lezártuk a 2021-2022-es tanévet, az akkor még 7. évfolyamosaink, most már 8-osaink, a határtalanul pályázat keretében Erdélybe tudtak elutazni, és engedjék meg, kedves szülők, hogy itt megragadjam az alkalmat, és megköszönjem önöknek azt, hogy anyagilag is támogatták ezt a kirándulást, anyagilag is hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeik olyan élményben legyen részük, ami majd felejthetetlen lesz, és felnőtt korukban is fel tudják idézni. Az intézményvezető örömmel számolt be arról is, hogy több beruházás érintette az intézmény tantermeit, homlokzatán található feliratát, illetve az iskola udvart is. Kiemelném a Meisser Ferroszta Kft. Felajánlását, melyel iskolánk homlokzati felirata újult meg, eleget téve a település és a helyi védelem alatt álló épület előírási kötelezettségeinek. Köszönjük a cég ügyvezető igazgatójának, Berényi Lászlónak az önzetlen felajánlást. A közhangok közösségi összefogás a szebb értelnevezési pályázati lehetőséggel megújult a második A-osztály tanterme. A megújuláshoz a szülők is hozzájárultak anyagi kiegészítéssel. A gyerekek is egy izgalmas, kalandokkal és újdonságokkal teli tanévre készülnek. Az esemény résztvevői a köszöntő beszédek mellett meghallgathatták az iskolai kórus előadását is. Az ünnepséget követően mindenki izgatottan várta a szeptember elsőjei iskolakezdést.